Begin, oké, okay, hát akkor kezdjük. Srácok, én DJ Electro vagyok, az Atlantis Garden Club Residence DJ-je, és szeretném megkérni, hogy nézzétek ti is a Party Shakers-t. Atlantis, köszöntsük ismét egy hatalmas sikolyan a Party Shakers-nek a csapatát. 1, 2, 3! Sziasztok, Echo vagyok, itt vagyunk Szerbiába, és nézzétek ti is a Party Shakers. És még mondok egy nagy igazságot. Jeleni tubor najbolje pivo na svet, tačka. És ez mit jelent? Fordíts el! Nem tubor, jelen és a tubor a legjobb sör az egész világon. Ennyi. Várjál, mert még nem volt időm megfordulni. Nem tudok megfordulni. Hányan vagyunk itt? Itt a Csantavén! Berogtunk! Csantavén! Figyelj, ez a te órád! De biztos? Biztos az ő órája! Csontavéri, Csontavéri! Na, de várjál! Nincs rajta! Várjál, megmagyarázta, nincs rajta óra, ezért az övé! Tegletik a Molter! Tegletik a Molter! Szivárvány, szivárvány! Köröm a lepkart, keverem a lepkart! Jössz táncolni! Lassan már majdnem rezidensnek mondhatnánk őket, annyit itt vannak. Aki ma este szerette egy jó interjút, azért azt bevallom, hogy most még részeget lesznek, aztán lehet, hogy józalom gát lesz visszanézni. Nincs gáz, itt van ma este velük a Party Shakers! Hello, sziasztok, ez itt a Party Shakers legújabb adása. Itt vagyunk az Atlantis Garden nyitóbulián, és ahogy Echo énekli, forog a világ, forog a Party Shakers legújabb adása itt a nyitóbuliba. Itt van velünk Echo mellett, Atka, Electro, a Dr. Béres és Raver is. Hogyha mi nem tettétek meg, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, a TikTokra és az Instára, alig hallom a saját hangomat. Tartsatok velünk a mai adásba is, érdemes lesz. De van egy barátnőm, aki mondta, hogy csináljam meg a, amit tesi előtt kitalált táncot. És most nincs itt, de üdvözlöm én egy puszillak Anna. Szóval figyelj, ez neked szól. Tegletik a Molter, tegletik a Molter. Szivárvány, szivárvány, köröm a lepkart, keverem a lepkart, jössz táncolni. Ez a pasizós szöveget, ez nagyon adom. Erre megtanítasz minket? Figyelj! Tégla, tégla, Molter! Tégla, tégla, Molter! Szivárvány, szivárvány! Keverem a legpart, keverem a legpart! Jössz táncolni! Jössz táncolni, ez a vége! Ez a vége! Várjál, hogy van? Keverem a Molter! Nem! Tégla, tégla, Molter! Tégla, tégla, Molter! Keverem a legpart, keverem a legpart! Jössz táncolni! Ez a vége! Tégla, tégla, Molter! Tégla, Molter! Keverem a legpart! Szivárvány, szivárvány! Jaj, igen, tényleg! Szivárvány, szivárvány! Jössz táncolni! Megyek! Mi ez a zene, tudod? Micsoda? Mi ez a zene, tudod? Nem tudod? Elfelejtettem! Ez a kisé, OTL kisé! Tényleg, tényleg, baszd meg! Szóval lehet nézni az idei nyitó Garden. Kurva jó! Kurva jó! Amúgy jó a tesóm! Tényleg? Igen! Mindig együtt jártok bulizni? Hát körülbelül, amikor van úgy időm. Máma csak iszunk és bulizunk és legjobban érezzük magunkat. Rendelét akarunk! Egy valamit tudok mondani. Idén Gardenban mindenki jöjjön el, mert a legjobb bulizó hely Vajdaságban. Legjobb bulizó hely a világon! Oh,
ide! Ajde! Örülök, hogy itt érvizatlan nektek. De nagyon örülök, hogy találkoztam veletek. Nem tudom, hogy hallod-e, amit mondok, de örülök, hogy mondok nektek. Kárgyal a lángyom! Olyan hallottam beszélsz, hogy nem hallom, amit mondasz! Majd kiabálok, jó? Jó, jó! De nem szeretek kiabálni, de örülök, hogy találkoztam veletek. Én egy nagyon vártam, egész évben. Szóval haverokkal, akárkivel. Csak gyűjjek és találkozhassak veletek. Mit szóltak eddig a mai naphoz? Nagyon jó a buli! Nagyon jó! Nagyon jó! Milyen a mai nap? Nagyon jó! Melyik fellépőt várjátok ide a mai napon? Echo! Echo! Honnan érkeztetek ide a mai buliba? Magyar Kanizsáról! Magyar Kanizsa! Nem voltatok ott a suli előtt? Hát osztogattuk az ingyen belépőket Magyar Kanizsa! Ja, nem láttalak titeket, de ne jó vart! Majd legközelebb! Ja! Csár Buda Blast, azt mondom! Azt mondom, hogy azt mondom, akkor minden zura lesz! Mesélj már van! Mi a helyzet? 8 hónapja voltunk itt utoljára, neked kellene mesélni, hogy azóta jobban megy a piatartás! Ezt hogy kell csinálni? Ezt hogy... Jaj! Úgy van most, Szerbiában most már! Ez a legjobb parti nyitó! Nem számít most már semmi sem! Ami jön! Az a mottok, ami jön! Üzenem a nővérednek, hogy legközelebb el kell jönnie. Rendben. A Village Fest-re jövünk és megkeressünk titeket. Rendben. Interjúztál. Mikor? Tavaly? Valamikor igen, nyáron. A nővérem az a még mindig Ádám. Téged hogy hívnak? Ádám vagyok. És Ádám téged? Vagy. Én is. A sárga csaj kitettétek, amikor hogy forduljon meg. Nagyon óvatosan fordulj meg, de ne ijedj meg. Jobbra, fordulj meg. Látom, te is kaptál már rendesen! Mindig együtt jártok bulizni? Nem. Miért nem? Hát nem mindig együtt járunk azért, mert sűrű a programja. Milyen programjaid vannak? Nincsen programom. Hazudott neked. Csak lerázott téged. De várjál, ha ő nem akar veled, én eljövök veled buliba szívesen. Nagyon szépen köszönöm. Hát oda, nővéredet is jössz, jövök én is, mindenki itt lesz. Bulizunk egy nagyot. Hello! Emlékeztek rá? Szia! Emlékeztek rá? Nem, neked az anyukád dolgozik a bolba. Megfordulsz bele, valaki! Mi vágtak rá a seggedre? Akkor legyen a legjobb barát! Nem lehetne, hogy az én seggemre vágsz rá egyet? Azt elletem porolva! Hogy anyukámnál vásároltatok a boltba, és kivágtátok a jelen! Igen! Igen! Én vagyok! Akartunk menni a boltba, és be voltatok zárva. Az a videó után! Komolyan! Olyan anyukádnak, hogy nyissa ki a boltot. Ma délelőttes volt. A fenébe, hát ezt tudom. Az a videótok után én elküldtem neki azt a képet, hogy megnéztem az interjút, és azóta 5 hónapja együtt vagyunk. Gratulálok, de ezt pont beszéltük is szerintem utána, nem? Hogy a videónak köszönheted a párodat. És már élőben is látlak legalább. Mit teszel? És úgy írtam rá, hogy én is puszilom az Erikát. És neked milyen kapcsolódási pontod van ebben a társaságban? Ebben a társaságban sajnos semmi! De még lehet ma este, lehet, hogy itt összekovácsolódtok. Lehet. Azt szeretném még hozzáfűzni, hogy a mai estén biztos koszos lesz az Air Force a pogóba. Megpróbálok annyit inni, hogy magamnak jó legyen. És ez általában sikerülni szokott? Sikerülni szokott. A mai napon az ivászaton kívül tervezel még valamit itt a nyitó bulin? Ami jön. Ami jön! Ma mindenki ezt mondja! Mindenkinek ami jön! Ami jön! Nem félsz attól, hogy lenne egy jó csaj, de valaki hamarabb elhapolja előled? Nem fogja! Nem fogja? Nem fogja! Ígérd meg! Igen! Tessék, itt van! Látod? Így kell csinálni! Ami jön! Igen, én mondtam! Hello, hello! Mi a termára nektek? Fogtok pasizni? Nem! Miért nem? Látom van! Hol van? Szavaz! Hogy örül, még nem tudja, miről beszéltünk. Szerbiek tudnak a legjobban bulizni! Mutasd meg, most rajta a világ szeme! Mutasd meg, de versenyezni! Na, ki bulizik abban? Anyád! Megnyertétek, ti nyertetek! Anyja,
Hányan vannak? El vagyunk itt veszve. Hogy bírjátok ezt a nagy tömeget itt a nyitóbuliba? Nekünk van asztalunk, mi itt ülünk körülött állandóan. Van asztalunk, úgyhogy tök jó igazából. Foglaltatok ilyen hajót és egyből lett egy asztalotok? Persze. Jól csináltátok, így kell csinálni. Így kell. Loptam egy micit. Életem legjobb bulija, mit mondhatnék? Nem az első. De. Tényleg? Nem voltál még buliba? Hát, tulajdonképpen voltál, csak nem ilyen jóba. Na, tehát akkor ez az első nagyobb bulid, eddig nagyon tetszik, akkor megvan a mérce. Jössz a következő bulikba is? Így van. Azt tudod, hogy innentől már csak felfele van? Tudom, tisztában vagyok vele. Kinek kellene még jönnie? UV kolorra is rohadtul kéne jönni, katapultra, meg mi habparti, az lesz-e? Lesz, hát július végén. Igen, az biztos. Hát... Kb. Most vagyok eddig, vagy 26-szor a Guardianban, és még mindig jó. De vagy a haverod, hogy most van először? Nem szóltál neki, hogy itt milyen jó bulik szoktak lenni? Én azt nem tudtam, hogy jött eddig. Köszönjük, mikor velünk a Party Shakers! Köszönjétek ki ezek a vonásba! Kérjük meg! Tényleg mindenkivel barátkozok, szóval én... Nem nézzek le senkit nem nézzek le azt, hogy hogy néz ki, vagy milyen. Én mindenkivel jó fej vagyok. Akkor te nem szoktál pofaszkodni? Nem. Én mindig férfiakkal veszek szemlélni. Mindig? Ki fogok? Nem pofaszkodok. Nem olyan ruhát osztál, amiben lehet dolgokat dugni. De lehet. Na. Én Garden óta itt hordom a cuccaimat. Mi szerinted? De az a baj, az én cicim, megfogod picit a mikrofonom. No, az arra, nehogy megverjük a félre. Fogd meg a mikrofonom. És hogy kell? Ide kell a cicim. Oda be kell melltartóban. Tessék. Mindent meg lehet oldani. Figyelj, itt okvetlen. Itt mind... Ugye, hogyha én szeretném, hogy a pénztárcám ne veszten el, akkor csak lepasszalom nálad, aztán a buli végén vagy odaadod, vagy nem. Az a helyzet, hogy elvesztettünk egy órát. Amit nem tudok fölkapcsolni most per pillanat, nem mindegy. Ilyen... Kinek az órája? Nem tudom, most akarjuk. Itt keresik a srácok. Valakinek az órája? Mutas. Ez a Kiki, nem? Várjál. Ez a Kikié. Na ez Kikié? Kikié, tudod? De ez a lány WC-nél találtuk ezt az órát. De várjál, mit keresett a lány WC-nél? Hogy került oda? Én nem vagyok a Kikié. Ezt nem tudjuk. Mi ismeritek? Miért szokott a női mosdóba járni a srác? Nem vagyunk buzik. Egy legendának szeretnék születésnapot kívánni, még így 21-én, Almási Kristófnak. Boldog születésnapot, Almási Kristóf! Boldog születésnapot, Almási! Boldog születésnapot! 7 éve járjuk az országot, már eljutottunk ide, hogy mindenkinek jó kívánságokat kívánok, mint a kívánságosárba. Most már csak egy zenét kellene neki kérni. Hát én... Zenét kell kérni? Így van, kérni a szülinapjára. Belga 1-2-H! Milyen gyakran szoktatok ide ellátogatni az Atlantis Gardenbe? Nekem már az első. Nem tudom egyszerűen kihagyni, hogy megunni, vagy így egy folyton leesik a szemüveged. Ezt biztos, hogy rátszották? Tudni, hogy van a vízé, másról szedted le. Amúgy, ja, hát az egyik csajról vesztem le, amúgy. Ez itt kölcsön kértem, de hát lehet az enyém lesz. Kicsi a homlokod, és akkor azért nem, szerint. Lehet amúgy, lehet. Hogy lehetne orvosolni? Sehogy. Legjobb helye a Garden Heide! Honnan érkeztél? Én Zentaro! Most vagyok először itt! Úgyhogy nem voltál eddig? Nem tudom! Hát ez most van először Szerbiában, ne baszd már meg! És mi eddig a véleményed itt az egészről? Full zura az egész hely! Ez csár meg minden? Na már kezdem én is ezeket a szlágeket megnézni, mert amióta itt van velünk Echo, azóta olyan új szavakat hallok. Hol az Echo? Hát majd mindjárt jön egy negyed óra. A Skull Heide! Mit szóltak a megújult arénához? Fel lett újítva az egész terem. Nagyon jó néz ki. Fantasztikus, nagyon jó! Legutoljára, amikor találkoztunk Mosonmagyaróváron, pont ezt beszéltük, hogy hamarosan jön az új album, ami azóta meg is jelent. Gondolom Spotify-on elég jó nézettséget értek ott el hallgatásilag. Igen, elég jó statok vannak, most már lassan 3 milliónál jár az album, szóval ennek nagyon örülök. Most a Spotify az elsődleges, jobb annak a nézettségét nézni szerinted? Hát én igazából nem tudom, hogy melyiket érdemes nézni, én mindig egy Spotify hallgató voltam, szóval én mindig a Spotify-t néztem elsődlegesnek. Először voltatok itt Szerbiában, Vajdaságban, teljes egészében az országban. Milyen volt a hangulat szerinted? Hát amúgy fergeteges hangulat volt, nagyon szerettem.
az emberek, nagyon szerettek, úgy nézett ki, hogy nagyon-nagyon megőrültek, szóval én kurva jól éreztem magamat. Emlékszek, amikor a tavalyi szezonnyitóra itt voltatok, hát szerintem a szintet azt most is hoztuk már, most ugye túl vagyunk rajta, ezt szerintem el lehet mondani. Echo, Atka föllépett, én is voltam már, Réver most van, meg ő is már volt, de zseniális volt. Teraszon Dr. Béres, a többi rezidens rácok, imádtuk egyelőre, így az est végel, felé közeledve elkönyvelhessük, hogy ez egy zseniális szezon nyitó volt. Akkor el lehet gondolom mondani, hogy szerintem egész vajdaság itt volt a mai napon, aki számít. Ez így igaz. Szerintem már csak a szülők hiányoztak a gyerekőcöknek, tehát igazából már most vele, ők holnap jönnek valószínűleg, mert holnapig ugye retro buli van. Ha itt maradt egy-két kabát, akkor esetleg az hazavihetik nekik. No, igen, igen, persze. Hát most már úgyis itt a tavasz, még sőt, most már egyre melegebb van, úgyhogy kár is, hagyják a picsába az egészet, úgyhogy én mindig is azt mondom, hogy vetkőzzenek, tehát nem a kabát, meg minden ilyesmi, mind mellékes. Tehát én mindig a vetkőzésre ösztönzöm itt a srácokat, meg hát inkább a csajokat, tehát mellékes, mert hogy annyira rengetegen vagyunk bent, és annyira jó az idő, annyira forróság van, egy kicsikét zenéke is hozzáteszünk, de szóval én nekem az a legjobb, amikor a csajon csak bugyi van. Ennyi. Ezzel még sokan vagyunk így szerintem. Kaptál már esetleg valami hasonló melltartót, bugyit, bármit, amit bedobtál? Még nem, de nagyon vágyakozok rá, úgyhogy majd hát, ha földobnak egyet, akkor esküszöm megtartom, és szerintem polcra fog kerülni. Vagy megkeresem a gazdáját, és akkor utána megbeszéljük a többit, úgyhogy. Lehet, hogy diszkriminatív kérdés a következő, hogy egy rezidens DJ-től. Neked melyik a kedvenc szabadtéri fesztiválod az 5-6 közül, amit itt meg szokott tartani az Atlantis Garden, a nagy fesztivál színpadon? Hát itt szerintem a Village. A Village, azt nagyon bírom. Ott akkor tényleg olyan igazi jó rapper, R&B fellépők jönnek, azokat tényleg nagyon bírom. Nekik az ő stílusuk az lélekben közel áll hozzám. De... Nekem a Hab-fesztivál. Nekem a Hab-fesztivál például. Igen. Már... Az is ott van, meg a Holy Color. Igen, tényleg. Nehéz választani, de ha mégis választanál, akkor a Village lenne. Így van. A Hab-fesztivált azt akkor szeretem, amikor mertartó nélkül jönnek a csajok, és akkor a Hab az befedi a testüket, megszárad rajta a Hab, akkor javítok. Az a kedvenc fesztivál. Na most tettük ki a 18-as karikát. A mai napon itt voltunk az Atlantis Garden nagyszabású első nyitóbulián, ahogy láthatjátok, full telt házal üzemelt mind a kettő helyszín. Nagyon jó nyitóbuli volt, ezzel nincs vége, jövünk még 6-7 rendezvényre idén ide Szerbiába, a Trescsemáci Atlantis Gardenbe. Hogyha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, a TikTokra és az Instára, és legközelebb egy újabb helyszínen találkozunk, addig is sziasztok! Somebody,